Petőfi Sándor, dicsőséges nagyurak. Dicsőséges nagyurak, hát hogy vagytok? Piszkete úgy egy kicsit a nyakatok. Új divatú nyakra való készül most számotokra. Nem cifra, de jó szoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberiek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába. Rimánkodott a szegény nép. Hiába. Állatoknak tartottátok a népet. Hát, ha most mint állat fizetti néktek, ha megrohan, mint vadállat bennetek, s törvény fokán véretekkel festinek. Ki a síkra a kunyhókból, milliomok? Az átásult vasvillákat fogjatok. Az alkalom maga magát kínálja. Ütött a nagy bosszú állás órája. Ezer évig híztak rajtunk az urak. Most rajtok a mi kutyáink hízzanak. Vasvillára velük, aztán szemétre. Ott megyék a kutyát őket ebédre. Hanem mégsem. Atyafiak, megálljunk. Legyünk jobbak, nemesebbek önállunk. Isten után legszentebb a nép neve. Feleljünk meg becsülettel békét. Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk, örömében, mindenható kezével, fejeinkre örök áldást tetézzön. Felejtsük az ezer éves kínokat, ha az Úr most testvérének befog, a elveti kevésségé címei. Egyes egyenlőségünk elismeri. Nemes urak, ha akartok, jöjjetek. Itt a kezünk, nyújtsátok ki kezetek. Legyünk szemei, mindnyájan egy láncnak. Szüksége van mindnyájunk a hazának. Nem érünk rá várakozni, szaporán. A jókorban, holnap késő lesz talán. Ha bennünket még mostan is megvettek, az Úr Isten kegyelmezzen ti nektek.